Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól, hiszen az energia hasonló. Augusztus 29-ére, 30-ára és 31-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. De vannak az új jógák is, és most mutatok egy gyakorlatot, ami segít a hátfájásnál. A bal kezet vesszük először figyelembe, a hüvelyk új, a mutató új, és a gyűrűs új, így egybe tartozik. A középső új és a kis új az marad így kifele. És a másik kezünkkel átöleljük hátulról a kis ujjat, és ezt a 3 ujjat itt középen. Amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk, amikor pedig kilélegzünk, akkor elengedjük. Tehát mutatom a gyakorlatot. Tehát ez segít hátfájásnál. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Mars bolygó utal a mi életerőnkre, de szimbolizálja a férfiakat is. Vénusz bolygó utal a szerelemre, de szimbolizál bennünket, hölgyeket is. Most a napokban jó a kapcsolat a férfi és a nő között, hiszen Mars bolygó a bika jegyében van, a föld elemében. A férfiaknak nyugalomra van szükségük, egy szép környezetre, a biztonság érzetére. Lehet, hogy most gondoskodnak az anyagiak felett, rendezik a pénzügyi dolgokat. A férfiak most szimbolikusan a föld elemében vannak, és mi hölgyek a rák jegyében, a víz elemében vagyunk. A rák jegye utal érzelmekre, utal az otthonra, családi kapcsolatokra is. Mivel a föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással, itt megvan a jó kapcsolat most köztünk, hölgyek és a férfiak között. Merkur bolygó utal a tudásra, a cselekvésekre, a kommunikációra. Merkur bolygó a szűz jegyében mozog, itt otthon érzi magát, hiszen uralkodik a szűz jegye felett. Itt mozog most a hold is, tehát a hold és Merkur bolygó együtt hat. Itt nem csak beszélgetésekről van szó, hanem érzelmekről is. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy kimutassuk az érzelmeinket, vagy beszéljünk érzelmekről. Merkur bolygó és a hold jól hat ki a férfiakra, mert mindkettő a föld elemében van, Mars bolygó a bika jegyében, a hold és Merkur bolygó a szűz jegyében, mindkettő a föld eleméhez tartozik, tehát megvan ez a harmonikus kapcsolat. Mi hölgyek, tehát Vénusz bolygó, az a rák jegyében van, az hat ki ránk, most itt érzelmekről van szó, és a víz eleméről, Merkur bolygó és a hold jól hat ki ránk is, hiszen a víz eleme és a föld eleme barátságban van egymással. Ugyanúgy, mint a természetben is, hiszen a földnek szüksége van esőre, tehát vízre. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. 29-én a hold az Uttarappal Guni holdházban van,
és itt a családról van szó. Tehát azokat a dolgokat rendezni, ami a családdal, az otthonnal áll összefüggésben. Ezen a napon előnyös egy szerződést aláírni. 30-án a hold áttér a Hasta holdházba, ami kezet jelent, tehát kell, hogy kezünkbe vegyük a dolgokat, intézkedjünk. Utána áttér 31-én a Csitra holdházban. Itt a szimbólum egy gyöngy, tehát itt lehet ékszerről szó, művészi területekről és az építészetről, mint hivatás, vagy az is előfordulhat, hogy segít abban, hogy indítunk valamit, és itt kialakul, kiépül valami. A napokban jó, ha valamit tanulunk, vagy szerződéseket aláírunk, egy kisebb utazás, az is jó, ha rendezzük a dolgokat, és a napokban megvan a gyógyító energia. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!